Karácsony Gergely reggel jelentette be itt az OTV Start című műsorában, hogy az Párbeszéd Magyarországért elnöksége felajánlja a lemondását, előre hozzák a tisztújítást, és ugyanígy jár el az Együtt is. Bajdai Gordon a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez egy ilyen tiszteletkör, vagy valamiféle megtisztulás, átgondolás, átalakításnak az első lépcsője? Ez egy tisztességes eljárás egy demokratikus pártban, egy ilyen vereség után. Mert mondjuk ki először is, hogy egy nagy vereséget szenvedett el a Kormányváltók Szövetsége, benne az Együtt és a PM is. És egy ilyen vereség után illő dolog előrehozni a tisztújítást, felajánlani a lehetőséget a párt tagságának, hogy újra gondolja, hogy hogyan akar, kikkel akar tovább menni. Ez a legtermészetesebb. Így tartom normálisnak. Egyébként pedig van egy másik szempont, ami speciálisan a miénk. Ugye másfél évvel ezelőtt elkezdtünk egy projektet, ami arról szólt, hogy kormányváltást, korszakváltást, jó kormányzást akarunk, ha emlékszik a három jelszóra, amit még ott a Lánchídnál, vagy az Erzsébet hídnál megfogalmaztunk. Azért is volt szakaszhatár most április 6-a, mert ez a három célból egyik sem tudott teljesülni. Ilyenkor le kell zárni ezt a projektet, és előre kell nézni, végig kell gondolni, hogy egy új szakaszt kezdünk, egy új, sokkal hosszabb távú építkezést kezdhet ez a párt. Ennek ki kell alakítani a szervezeti, személyi vezetési feltételeit, erre esélyt kell adni, hogy mindenki levonhassa a konzekvenciát ebből a vereségből. Így járnak el a demokratikus pártok mindenhol a világon, és ezt gondoljuk a korszakváltás politikája szempontjából is irányadónak. És akkor az a hír is igaz, miszerint ön a parlamenti mandátumát át fogja venni, de át is fogja adni másnak? Ez igaz. Ez egy másik része ugyanennek a kérdésnek. Ez arról szól, hogy én a magyar parlamentben azt gondolom, hogy nem kívánok most beülni ebben a helyzetben. Azt hiszem, az ember jó, hogyha az erősségeit fölméri, és azt hiszem, hogy a parlamenti politizálása az nem az én legerősebb oldalom lenne. És ha nyertek volna, akkor ezek szerint nem parlamenti politizálásra készült volna? Az egy másik helyzet lett volna, hiszen akkor nyilván van frakciónk, másrészt akkor valószínűleg a kormányzás vagy az ország rendberakása körül lett volna dolgom. Önmagában a parlamenti politizálás azt hiszem nem az én erős oldalom. Amiben sikeresebb voltam a múltban, az nem közvetlen a parlamenthez, hanem a kormányzáshoz, az ország egészének az ügyeivel való foglalkozáshoz kapcsolódik. Ezt kétféleképpen értékelhetik az Együtt PM szövetségben, vagy az egész kormányváltó szövetségben bízók. Egyrészt értékelhetik úgy, hogy hát ez egy korrekt eljárás Bajnai Gordontól, nem ezt a feladatot érzi magáénak, nem ezt tudja jól csinálni, nem jól csinálni, meg más is tudja, akkor mérő legyen az, aki nem jól csinálja. De érezhetik úgy is, hogy hát cserben hagyott minket Bajnai Gordon. Azt mondta, hogy itt kormányváltás lesz, be kell jutni parlamentbe, és a Fidesz ellen, és a kormány ellen. Most itt van a lehetősége, igaz, hogy nem kormányzati szerepben, de akkor a parlament falain belül, ahol mégiscsak nagyobb lehetősége van, mint mondjuk az utcán, akkor ott miért nem akar tenni a kormánnyal szemben bármit is, területes munkát? Válasszunk külön két dolgot. Én arra vállalkoztam másfél évvel ezelőtt, hogy minden áron váltsuk le ezt a kormányt, méghozzá lehetőleg 2014-ben. Az elmúlt egy évben, másfél évben lényegében mindent annak rendeltünk alá, én személyesen is, hogy ez létrejöhessen. Nagyon sok kompromisszumot hoztunk, akár a korszakváltás elveiből is, nagyon sok engedményt tettünk azért, hogy a legnagyobb esélye ez megvalósuljon, hogy így jött létre ez az összefogás. Ha emlékszik, több alkalommal utoljára január elején mi magunk léptünk vissza, én magam is személyesen, hogy ez létrejöhessen. Ennek ellenére ez nem sikerült. Ezért ilyenkor meg kell állni és elgondolkodni, mi a következő feladat. Ugyanakkor egyébként pedig nagyon sokféleképpen lehet szolgálni azt a közösséget, amit létrehoztunk. Ezt a korszakváltó közösséget. Én azt gondolom, hogy ennek van Magyarországon igénye, talán nagyobb igénye is, mint sokan vélték, és ezt sokféle helyen megtehetem. Azt hiszem, nem a parlament a legalkalmasabb hely. Hazai és Haladás Egyesület marad? Hazai és Haladás Egyesület van, persze létezik, de az nem fogom cserbe hagyni a pártomat, ön feltette ezt a kérdést, eszem ágában sincs. Most éppen azzal foglalkozom, hogy ezt az Európa parlamenti kampányt hogy tudjuk a legsikeresebben végigvinni. Hogy mutassuk meg, hogy csak azért is, igenis van egy európai arca Magyarországnak, és mutassuk meg, hogy ennek lesz képviselet Európában. Tehát párton belül marad, csak nem parlamenten belül. Persze. És hogyha mondjuk a tisztújításon
arra szavaznak, hogy ő legyen ennek a pártnak a vezetője továbbra is, azt is vállalná. Hát a tisztújításon majd értékelnünk el ezt az időszakot, és föl kell tenni, hogy ki milyen funkcióban vállalhatja legjobban ezt a közös szerepet. Ez még messze van, először vívjuk meg az Európa Parlamenti választást. Menjünk végig rajta, vonjuk le a tanulságokat. Minden szervezetnek nekünk is el kell végezni az elemzését ennek az elmúlt egy évnek, meg ennek a választási kampánynak. És ebből ki fog jönni, hogy hogyan alakítsuk át ezt a korszakváltó pártot. Sokkal elvszerűbben, kevesebb kompromisszummal szeretnénk politizálni, és ebben a politizálásban fogom én is megkeresni majd a helyemet. Rajta lesz az Együtt Európai Parlamenti listáján ön? Jövő héten hirdetjük ki a listánkat, de azt biztosan mondhatom, hogy ennek az Európa Parlamenti kampánynak én leszek az egyik vezető arca, aktív részese, hiszen ez része annak a feladatnak. Úgy csúszott össze időben, ami még ehhez a szakaszhoz tart. Jó, de ez még nem dőlt el, vagy még nem mondja el? Nem dőlt el, jövő hétre fogjuk eldönteni, hiszen most a választás után a listát is véglegesítenünk kell. Ha nem lesz rajta a listán, vagy rajta lesz, de azt a mandátumot se fogadja el, hogyha a szavazók... Nem tervezem, hogy Brüsszelbe mennék, tehát igen? Akár listán leszek, akár nem, nincs szándékom Brüsszelbe emigrálni. Ezt azért mondom, mert a magyar nemzet ezt hetekig kérdezgette tőlem a kampány során. Ezt megmondtam, hogy nem. Akkor viszont olyan szándéka van, hogy főpolgármester jelölt legyen? Nincs ilyen ambícióm. Olyan ambícióm viszont van, hogy Budapest legyen egy élhető sziget ebben a sivár és hideg orbáni világban. Úgyhogy szeretnék majd támogatni valakit, aki főpolgármesterként élhető helyé teszi Budapestet. Az igaz, hogy Karácsony Gergelynek, aki ugye, hát még ha szorosan összenőttek is, de mégiscsak egy más párt, a Párbeszéd Magyarországért párt képviselője, de igaz, hogy egy másik párt képviselőjének, Karácsony Gergelynek ajánlja fel, vagy adja oda a pártja az ön által megszerzett mandátumot? Hogyha átvette, akkor van erre ugye lehetőség. Át kell vennem a mandátumot a parlamentben, utána pedig a pártunk elnöksége fog dönteni arról, hogy a saját pártunkban kinek ajánljuk föl. De az csak saját pártja Bélinek adhatja a mandátumot, a PM akkor most tehát külön pártnak számít. Így van. De a mandátumát át fogja venni, tehát az nem állhat elő az a helyzet, hogy nem veszi át a mandátumot, ezért aztán lista csúszik egyet, és a következő jön a sorba az ön helyére. Mivel közös listán indultunk, ha csúszna a lista, akkor egy másik párt jelöltjére csúszna végül a lista, ezért az a logikus, ha átveszem ezt a mandátumot, és utána a saját pártomban valakinek, aki a parlamenti munkához sokat hozzá tud tenni, neki fogom felajánlani. Tudja már, hogy kinek ajánlja? Sejtem, de ezt meg fogom beszélni az elnökséggel, engedje meg, hogy először velük tegyem meg ezt. Hát jobban szeretném, hogy itt jelentél be először, de tudom, hogy erre kevés esélyem van. Az okokra visszatérve, amiről a beszélgetésünk elején már volt szó, amikor Mesterházi Attila volt a vendégem hétfőn, felsorolt okokat, amelyek a kormányváltók vereségéhez vezettek. Például azt, hogy rosszul mérték be politikai szempontból a Jobbikhoz való viszonyukat, vagy a Jobbikkal való cselekvési tervet. Rosszul mérték fel a közmédiának a szerepét, a társadalom tájékoztató szerepét, és hát a választási törvény. E három okkal egyetérte, illetve ő is úgy gondolja, hogy ez a három volt az, ami leginkább a vereséget okozta. Hagyj kezdjem egy kicsit távolabbról. Én azt gondolom, hogy nem értettük meg Magyarországot. Nem értette meg a kormányváltók szövetsége úgy unblock. Nem értette meg, hogy ennek az országnak mi a vágya, hova szeretne menni. Ezért kaptunk meglehetősen kevés támogatottságot. És a legnagyobb feladat, hogy megértsük, hogy azok a célok, amelyekben mi hiszünk, és a célokat nem kell feladni, azok milyen politikai tartalommal tölthetők föl, hogyan érhetők el, hogyan építünk hidat ahhoz képest, amire Magyarország vágyik, és ahova el kell jutnia. Ezt az intellektuális munkát egyrészt el kell végezni. Ez nagyon fontos dolog. A másik, amit ki kell mondanunk, hogy ezzel a választással létrejött a centrális erőtér. Az, amit Orbán Viktor megálmodott 5 évvel ezelőtt, emlékszik a Köcsei beszédére, az most létrejött. Ha ránéz a térképre, vagy a parlamenti patkóra, akkor van a Fidesz középen egy nagy narancsárga folt, attól jobbra egy szélső jobboldali folt, balra pedig egy a szélső jobboldalival nagyságrendileg összemérhető méretű másik folt, hogyha nézi a térképet. Ez ugye azért is nagyon nagy baj, mert be kell látni, hogy az a politika, amelyik azt gondolja, hogy elég a kisebbik rossznak lenni, és a kétpólusú világban akkor majd a protest, a tiltakozó szavazók átjönnek a bal oldalra, a jobb oldalról, az nem működik.
nagyon sok szavazó, aki elégedetlen az Orbáni világgal, az a Jobbik irányába mozdult el, vagy otthon maradt, de nem jött át a mi oldalunkra azért, mert nem tudtunk vonzó ajánlatot kínálni, nem tudtunk elmondani azt a vonzó jövőképet, történetet, ami ezeket a szavazókat oda vonzotta volna. Mondhatnám úgy is, hogy nem elég a kisebbik rossznak lenni mostantól, a nagyobbik jónak kell lenni. Ez a feladat. De miért nem tudták elmondani? Miért nem értették meg Magyarországot? És miért nem jöttek rá arra, hogy mi az, ami Magyarországnak kell, vagy a választók többségének kell? Mi miatt nem tudták elmondani, hogy önök nem a kisebbik rossz, hanem a nagyobbik jó? Mert gyakorlatilag Mesterházy Attila is erről beszélt, hogy például Jobbik szerepe és Jobbikkal való kommunikáció, vagy nem kommunikáció, így, hogyha a Jobbikot karanténba zárja mindenki, politikai oldalon, akkor a választók nem tudják meg, hogy mi a különbség mondjuk egy kormányváltó és a Jobbik között, és sodródhatnak a Jobbik irányába. A másik pedig a felületeknek a nem léte, a kampány visszaszorítása, elhalasztása, vagy elsorvasztása, az óriás plakátoknak a hiánya, a közmédiában való nem szerepeltetésük, vagy máshogy szerepeltetésük. Erről beszélt Mesterházy Attila is, hogy ezért nem tudták elvinni az üzeneteiket. Akkor ebben egyetértenek, nem? Az utóbbiban egyetértünk, de én máshogy szeretném kezdeni. Én azt gondolom, hogy az a helyes, először saját magunkon kezdjük az elemzést, hogy mi mit hibáztunk, mert ha ezt nem értjük meg, akkor 4 év múlva se tudunk javítani. 2 dolog van. Az egyik, vonzóbb ajánlatot kell tennünk Magyarországnak, mint amit a Fidesz tesz, vagy amit a Jobbik tesz. Egyébként a Jobbik kapcsán elég jól elismertem. Ha valaki, akkor én elmondtam többek közt itt az ön műsorában is még egy héttel ezelőtt, hogy a Jobbik programja Magyarországnak államcsődöt és polgárháborút jelentene, talán emlékszik rá. Én ebben az ügyben elég keményen álltam. De ezzel együtt ezt a feladatot, ezt az intellektuális feladatot el kell végezni. És van egy másik probléma, csak ezt nem abszolutizálnám. Ez a másik probléma az, hogy valóban a Fidesz egy olyan választási rendszert, egy olyan média tulajdonlási rendszert alakított ki, amely súlyosan torzítja a választási küzdelmet. Mondhatnám úgy is, hogy mi ilyen népfelkelőként mentünk neki ennek a választásnak, ők meg mintha a vörös hadsereg jött volna szembe körülbelül. Így érezte az ember, ha a plakátok mennyiségére, a pénzre, vagy akár a választási szabályokra gondol. De ezzel együtt is, ha le akarjuk győzni a Fideszt a lehető legkorábbi alkalommal, mert ez az ország érdeke, akkor ezzel a problémával is meg kell küzdenünk. Meg kell tudni magunkat szervezni. Újra be kell ágyazni a társadalomba azt, amit gondolunk, meg kell találni azokat a társadalmi szövetségeseket, partnereket, akivel ezt meg lehet csinálni. Az üzenetek voltak rosszak? Olga, ne egyszerűsítsük le. Az üzenetek, az következmény. Az üzenet, az kommunikáció. Először... De az a nagyon sok múlik. Nagyon sok múlik, de akkor lehet jó üzeneteket megfogalmazni, ha először megértjük, hogy ez az ország ma nagyon máshol van, mint 2006-ban volt. Nem lehet oda visszamenni. Még máshol van, ahhoz képest is, ahol 2010-ben volt. Jó, de akkor kezdjük onnan, hogy azt mondja, hogy a Fidesz üzenetét nem tudták felülmúlni, vagy nem, tehát nem tudtak vele versenybe szállni. A megértéshez akkor lehet, hogy először az kell, hogy mert mi volt a Fidesznek az üzenete? Tehát mi volt a Fidesznek az üzenete, amivel több mint 2 millió szavazót megfogott? A Fidesz nagyon sokat veszített a szavazói közül, tudom, de mégis... De mivel fogta meg az embereket, vagy mivel tartja egybe a saját táborát? Ha ezt értik, akkor lehet, hogy ezen már túl tudnak lépni, hogy mire van sokaknak igénye, milyen típusú hívószavakra. A Fidesz a 2002-es veresége után 2 dolgot értett meg. Nem elég csak identitáspolitikát csinálni, nem elég csak olyan politikát csinálni, ahol amivel érzelmileg azonosulni lehet, de az kell, és ezt megtartották, és emellé oda tették a szociális ígéretek politikáját, a újraelosztás politikáját. A Fidesz egyszerre csinál radikális jobboldali és radikális baloldali populizmust, ha az államosításokra gondol, az árkontrollra. De ezt nem akarják követni. Ezt nem akarjuk, viszont középen van egy nagyobb vákum, egyre nagyobb vákum. A Fidesz egy dimenzióban nem mozog, a legfontosabb dimenzióban, a jövőre vonatkozóan a Fidesz nem ígér semmit. Nekünk az lenne a dolgunk, hogy jövőt tudjunk ígérni, jobb jövőt ígérjünk. És van arra igény? Csak ez nem azon múlik egyszerűen, hogy azt ígérjem önnek, hogy alacsonyabb lesz az adója, vagy magasabb lesz a bére, vagy kap valamilyen támogatást. Először el kell tudnunk magyarázni, hogy az egész ország mitől működik máshogy, hogy a rendszerváltásban nagyon sok kiábrándult ember, aki most épp a Fidesz politikában is elkezdett kiábrándulni, annak milyen jobb megoldást tudunk hozni. Ez egy komoly munka, a következő évek feladata, hogy ezt feldolgozzuk és politikává
tegyük ezen az oldalon. Ennek ebben mindenkinek meg kell majd találni maga a helyét, szerepét. Erre elég lehet négy. És még egy dolgot hagyd mondjak ehhez. Igen? Én azt gondolom, hogy 2012-ben egyébként mi ezzel az igénnyel indultunk el. Amikor én korszakváltásról és összefogásról beszéltem annak idején, akkor azt akartam üzenni, hogy a Fidesz választási rendszerében, ami változatlanul marad várhatóan, abban nem lehet máshogy nyerni, mint ha van valamilyen összefogás, van legalább egy közös, egy ellenzéki jelölt minden egyes körzetben. De azt is mondtuk, hogy ezt csak a korszakváltás platformján lehet megcsinálni. Nem azon a platformon, ami azt ígéri, hogy menjünk vissza 2010 elé, hanem ami azt mondja, hogy menjünk 2014 utánra. És szerintem ez a választás biztos sokan sokféleképp elemzik majd. Számomra azt jelenti, hogy ennek a korszakváltásnak, amit fel kell tölteni tartalommal, de ennek igenis van igénye. Az otthon maradó szavazók is ezt mutatják, számomra nagyon sokan, meg azok is, akik esetleg elmentek, és inkább mondjuk a LMP-re szavaztak protestként, és közülük sokan a Jobbikra is szavaztak, mert a Jobbikot hitelesebbnek látták annál, amit szóval mi erre elég lehet önöknek 4 év? Mindenkinek el kell végezni először a maga házi feladatát. Mi biztosan, hogy fogunk erre egy intellektuális kísérletet tenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.